Üdvözöllek benneteket a távoktatásnak a következő óráján. A mai órán a hiperbola érintőiről fogunk tanulni, ahogy a táblára fel is írtam. Most már ugye több másodrendű görbének az érintőiről volt szó, tehát kétféle eset van, ha az érintési pont ismert. Abban az esetben az érintő egyenlete egyszerűen felírható, úgyhogy az érintési pont ugye AX0Y0 koordinátákkal adott, tehát az X0 és Y0 konkrét értékek. Abban az esetben az érintő egyenlete X0 per A négyzet szer X mínusz Y0 per B négyzet szer Y egyenlő egyel. Tehát ez egy egyenes egyenlete lesz, hogyha konkrét értékeket helyettesítünk bele, és ezzel fel tudjuk írni az érintő egyenletét. A másik fajta érintő kereséseknél viszont keressük a feltételeket, ugye, és ehhez van egy képletünk, egy érintési feltétel. Méghozzá, hogyha az x négyzet per a négyzet mínusz y négyzet per b négyzet egyenlő egy hiperbolát, és az y egyenlő kx plusz n explicit alakban lévő egyenest vizsgáljuk, akkor aznak a feltétele, hogy az egyenes érintse a hiperbolát, az, hogy a négyzet k négyzet mínusz b négyzet, az pontosan n négyzet legyen. Tehát abban az esetben, hogyha ez a feltétel fönnáll, akkor ez a két objektum érinti egymást. Na és akkor nézzünk egy feladatot. Az első mai feladatunk F1-es, így hangzik. Fektessünk érintőt az x négyzet mínusz y négyzet egyenlő 40 egyenletű hiperbola m x 9 pontjában. Az első kérdésünk tehát ahhoz, hogy mi ezt a feladatot megoldjuk, látjuk, hogy ez az M pont nincs teljesen megadva. Tehát tudjuk, hogy mindenki az Y koordinátája, de nem ismerjük az X koordinátát. Azért, hogy ezt meg tudjuk oldani, ugye tudjuk azt, hogy ha pont rajta van a hiperbolán, már pedig azt mondta, hogy a hiperbola pontjában kell érintőt fektetni, akkor ez a pont megfelel a hiperbola egyenletének. Tehát be lehet helyettesíteni az mx9 pontot, ugye ebbe az egyenletbe, az x-et meghagyjuk x-nek, viszont a 9-nek a négyzete az 81, egyenlő 40-nel, és azt kapjuk, hogy x négyzet egyenlő 40 plusz 81, azaz x négyzet egyenlő 121-jel. És ebből azt kapjuk, hogy az x1 az egyenlő 11-jel, az x2 pedig mínusz 11. Tehát valójában két pont is van, ugye, ami ilyen koordinátájú. Az egyiket nevezhetnénk M1-nek, ugye 11, 9 a koordinátája, az M2 pedig mínusz 11 és 9. Tehát ez volt az első része a feladatnak, hogy megkerestük, hogy egyáltalán ez a pont hol van. Ha ezt megtaláltuk, ugye akkor a második feladat az, hogy határozzuk meg az érintő egyenletét. Hát az érintő egyenletéhez mindenképpen ugye ki kellene fejeznünk, valamilyen meg kellene találnunk a K és az N értékét, ez lenne a dolgunk. Egyelőre még ehhez távol állunk. Viszont az AK négyzet mínusz B négyzet egyenlő N négyzet érintési feltételhez ugye nekünk a hiperbola egyenletét kellene kiaknáznunk. Tehát
megkaptuk azt, hogy ez a két pont rajta van ugye a hiperbolán, és ezek szerint használhatjuk ezt a képletet arra, hogy megalkossuk az érintő egyenletét. Tehát valójában ez az M1 és az M2 pont egymásra nagyon hasonlít. Próbáljuk meg most azt, hogy továbbra is így vezessük, hogy M pont, és plusz-minusz 11-et írjunk ide, és utána a második koordinátája legyen a 9. Hát valószínű, hogy ilyen módszerrel se dolgoztatok még, de ebben az esetben szépen lehet használni. És akkor azt mondjuk, hogy az első koordinátánk ugye az az plusz-minusz 11, tehát azt írjuk az x0 helyére, per az a négyzet, az a négyzetet viszont még nem számoltuk ki. Tehát akkor ezek szerint fölírjuk a hiperbolánknak az egyenletét, x négyzet mínusz y négyzet egyenlő 40, és ahhoz, hogy itt jobbról egyet kapjunk, elosztunk 40-nel, és azt kapjuk, hogy x négyzet per 40 mínusz y négyzet per 40 egyenlő 1-el. És ez azt jelenti, hogy az a négyzet is és a b négyzet is egyenlő 40-nel. Ezt aztán beírjuk ide az érintő egyenletébe, az a négyzet helyére a 40-et, szorzó az x, mínusz, az y0 az ugye 9, 40-ed, y egyenlő 1-el. És akkor ez valójában egy egyenes egyenlete, csak egy kicsit szebb formában fölírjuk, megszorzunk 40-nel, és azt kapjuk, hogy plusz-mínusz 11x, mínusz 9y, ugye itt 40-et kapunk, ha ezt áthozom balra, akkor mínusz 40 lesz egyenlő nullával, és ez az érintőnek az implicit egyenlete. És valójában ez két érintőt hordoz magában, az egyik az, amikor a 11 pozitív, tehát 11x mínusz 9y mínusz 40 egyenlő nullával, a másik pedig a mínusz 11x mínusz 9y mínusz 40 egyenlő nullával. Sőt, még azt is tudjuk, hogy az M1 pontot érinti, tehát az M1 ponton halad át ez az első, a második pedig az M2 ponton fog áthaladni. Tehát ez lesz az érintő egyenlete, vagyis hogy sikerült érintőt fektettünk, hogy a feladat is kérte. A második feladatunk az, hogy az M1-0 pontból bocsássunk érintőt az x négyzet mínusz y négyzet egyenlő 2 hiperbolára. Határozzuk meg az érintési pontokat is. Tehát az első dolog, hogy kiaknázzuk ezt az egyenletet, tehát az x négyzet mínusz y négyzet egyenlő 2 hiperbolát átírjuk a beszédes formájára, ugye tehát x négyzet per 2 mínusz y négyzet per 2 egyenlő 1-el. Tudjuk, hogy ezek itt lent az a négyzet egyenlő 2 és a b négyzet egyenlő 2-vel. Tehát ebből egyelőre ennyit tudtunk megkapni. És ugye aztán egy ponton át akarunk egy érintőt fektetni, tehát az érintő egyenlete az mindig egy egyenes, tehát y egyenlő kx plusz n alakú. Ez az érintő át kell, hogy haladjon ezen a ponton, tehát ezt a pontot behelyettesítjük, és azt mondjuk, hogy a nulla egyenlő k-szor 1, tehát k plusz n-nel. És innen, hogyha ezt rendezzük, akkor azt kapjuk, hogy n egyenlő mínusz k-val, tehát ez egy olyan összefüggés, amit szintén félre lehet tenni. Tehát van két dolgunk, tudjuk, hogy az a négyzet és a b négyzet is 2, és tudjuk ezt. Ezen kívül még itt az előbb felírt érintési feltétel, amit most fel fogunk használni. Tehát azt mondjuk, hogy az a négyzet helyére írjuk a 2, a k négyzet helyére írjuk a k négyzetet, mínusz, a b négyzet az megint 2, egyenlő, és az n négyzet helyére írjuk azt, hogy mínusz k a négyzeten. Ugye ez a mínusz k a négyzeten az plusz k négyzet lesz, ez ha balra kerül, akkor mínusz k négyzet lesz belőle, tehát 2 k négyzet, mínusz k négyzet, egyenlő 2-vel, és a 2 k négyzet mínusz k négyzet az k négyzet egyenlő 2 egyenletet kapunk, aminek két megoldása van, a k1 egyenlő gyök 2, és a k2 egyenlő mínusz négyzet gyök 2. Tehát meg vagyunk most már azzal, hogy tudjuk az érintőnek az iránytényezőjét, és ugye most meg kellene tudnunk, hogy mennyi az n értéke.
És ugye valójában, jó lett volna ide aláírni, ide is írom, az n1 az egyenlő, az ellentétje a k-nak, tehát mínusz gyök 2, az n2 pedig egyenlő, megint csak a k-nak az ellentétje, ez plusz gyök 2. Tehát két érintőt kapunk, az egyik érintő az y egyenlő gyök 2 x mínusz gyök 2, ugye ezek alapján, a másik érintő pedig az y egyenlő gyök 2 mínusz gyök 2 x és plusz gyök 2. Tehát ezzel kész vagyunk a feladat első részével, mert megírtuk az érintők egyenletét. A feladatnak a második része az, hogy határozzuk meg az érintési pontokat is, tehát B pont alatt, ha bár nem írtam B pont alá, de írhatom, tehát határozzuk meg az érintési pontokat. Az érintési pontnak a meghatározása az úgy történik, hogy egy egyenletrendszerbe foglaljuk az y egyenlő gyök 2 x mínusz gyök 2 érintőt, és a hozzá tartozó hiperbolát, x négyzet mínusz y négyzet egyenlő 2-t. Ugye ki van fejezve az y, tehát egyszerűen csak behelyettesítjük, x négyzet mínusz gyök 2 x mínusz gyök 2 a négyzeten egyenlő 2-vel. Elvégzem a négyzetre emelést, x négyzet mínusz, a gyök 2 x a négyzeten az 2 x négyzet, a 2-nek a szorzata az 2 x, szorozva 2-vel az mínusz 4 x lesz, és végül a gyök 2-nek a négyzete az plusz 2, egyenlő 2-vel. Elhagyjuk a zárójelet, x négyzet mínusz 2 x négyzet plusz 4 x mínusz 2, és még mínusz 2, hogy jobbról nulla legyen. És akkor az eredményünk mínusz 2x négyzet, mínusz x négyzet, plusz 4x, mínusz 4, egyenlő 0. És ebből kell megoldanunk, ugye ebből fogjuk megkapni az érintési pontot, és ugye ebből azt kapjuk, hogy x1, 2 egyenlő, mínusz 4, plusz mínusz négyzet gyök alatt, a b négyzet az 16, a mínusz négyszer mínuszszor mínusz az ugye mínusz marad, és mínusz, négyszer négy az 16. És most vagyunk annál a pontnál, hogy látjuk, hogy ez valóban érintő, mert a gyök alatt nullát kaptunk. Ugye? Tehát az volt neki a föltétele, a négy, mínusz négy plusz mínusz nulla per mínusz kettő. Ugye a mínusz négyhez akár hozzáadjuk, akár kivonjuk a nullát, mínusz négy marad, a mínusz négy per mínusz kettő az pedig kettő lesz. Tehát az érintési pontnak a másik koordinátáját úgy kapjuk meg, hogy ezt behelyettesítjük mondjuk ide. Tehát az y2 az egyenlő. Ugye már ezzel az egyenlettel dolgoztam. Tehát gyök 2-ször 2 mínusz gyök 2. Ez 2 gyök 2-ből, ha elveszünk 1 gyök 2-t, marad gyök 2. És ezek szerint az érintési pont nek az x koordinátája a 2, a másik koordinátája pedig a gyök 2. A másik érintő egy másik pontban érinti a hiperbolát, azt a házi feladatra majd megoldjátok. Tehát a harmadik feladat, hogy keressük azt az egyenest, amely merőleges a 7x plusz 10 plusz 28 egyenlő 0 egyenesre, és érinti az 5x négyzet mínusz 7y négyzet egyenlő 13 hiperbolát. Hát itt csak vázlatként rajzoltam egy hiperbolát, és rajzoltam rajta kívül egy egyenest. Tehát ez nem ez a hiperbola, nem ez az egyenes, de hogy lássuk, hogy milyen helyzetről van szó. Tehát ez az egyenes egyértelmű, hogy nem érintő, mert ugye itt, ha meghosszabbítjuk a hiperbolát itt is, meg valahol itt is el fogják egymást metszeni. Tehát ő nem érintő. Viszont olyan érintőket keresünk, amik erre merőlegesek, tehát ugye meg lehet gondolni, hogy itt lesz talán az egyik, ugye a másik meg itt. Tehát valójában kettő ilyen érintőt tudok elképzelni. Ugye, ha ettől tovább jönnénk, ezek már mind szelők lennének. Itt a közte lévő részen nem metszi a hiperbolát, és ugye itt lennének megint a szelők. Tehát ez lenne az a két határon lévő egyenes, ami érintené a hiperbolát, és merőleges erre az egyenesre. Tehát ez az alapprobléma. Hát mivel van egy ilyen érintési feltételünk, ehhez ugye szükségünk van nekünk arra, k-ra, b-re, n-re,
Ugye, hát A-t és B-t azt ugye ki tudjuk aknázni ebből a hiperbola egyenletében, 5x négyzet mínusz 7y négyzet egyenlő 13-mal, és most már több egyszerre csináljuk, hogy átalakítsuk az úgynevezett beszédes formájára, tehát az 5x négyzet per 13 mínusz 7y négyzet per 13 egyenlő 1-jel. Na most, ha ezt összehasonlítom a hiperbola egyenletével, ugye itt a, hogy is néz ki? Úgy néz ki, hogy x négyzet per a négyzet mínusz y négyzet per b négyzet egyenlő 1-jel. Ez egy kicsit se nem tartalmaz itt az x négyzet mellett semmiféle együtthatót, se az y négyzet mellett. Tehát ez az 5-ös és a 7-es itt fölösleg. Hogyan oldjuk ezt meg, hogy ezek innen eltűnjenek, és mégis helyes maradjon a dolog? Ugye valójában megtehetjük azt, hogy a számlálót is és a nevezőt is elosztjuk 5-tel. Tehát azt mondjuk, hogy x négyzet, tehát a számlálót elosztottam 5-tel, akkor x négyzetet kapom, a nevezőt, ha elosztom 5-tel, akkor 13 ötödöt kapok. Mínusz. Itt ugye 7-tel kellene osztani ugyanígy, tehát a számlálót osztva 7-tel y négyzetet kapok, a nevezőben pedig 13 hetedet. És most már ugye a jobb oldalra odaírva az egyest, megkaptam a hiperbolát abba a formába, ahogy szükséges. Tehát innen tudom, hogy az A négyzet egyenlő 13 ötöd, a B négyzet egyenlő 13 heteddel. A következő, amit ki fogok használni, az pedig az egyenesnek az egyenlete. Tehát ennek az egyenesnek, amit nem keresek, hanem ami adott. Tehát ebből ugye meg kellene tudnom, hogy mennyi az iránytényezője. Mert hogy merüleget akarok rá fektetni. Tehát a 7x plusz 10y plusz 28 egyenlő 0 egyenes egyenletéből explicit alakot fogok létrehozni. Tehát azt mondom, hogy a 10y egyenlő mínusz 7x mínusz 28, és ugye ezt 10-zel osztva, y egyenlő mínusz 7x per 10, mínusz 28 tized. Ebből nekünk csak a k az érdekes. Ugye a k, amit k1-nek nevezek, az egyenlő mínusz 7 tizeddel. Amikor az egyenesről tanultatok, akkor tanultátok azt, hogy két merőleges egyenesre az érvényes, hogy a k1-szer k2 az egyenlő mínusz 1-jel, ami azt is jelenti, hogy a K2-t azt úgy kapjuk meg, hogy osztunk K1-jel, tehát ez mínusz 1 per K1. Ez pedig, hogyha jobban megnézzük, azt jelenti, hogy a két K, tehát a két iránytényező, az egymással reciprok viszonyban van, és még ellentétként is. Tehát azt mondjuk, hogy a K2 az egyenlő, ugye ellentét számát vesszük a 7 tizednek, akkor pozitív lesz, és reciprokát vesszük, tehát 10 heted. Tehát a keresett érintő, ami merőleges erre, annak a K értéke, tehát az iránytényezője 7 tized lesz. Azaz a keresett érintő egyenlete y egyenlő 10 heted x, plusz n. És ezt az n-t kellene nekünk kiszámolni. Honnan tudnánk kiszámolni, ha ez az n meg lenne, akkor kész volnánk a feladattal. Hát itt van nekünk hozzá egy gyönyörű szép képlet, és ebbe csak behelyettesítünk. Tehát az a négyzetről mondjuk, hogy ez 13 ötöd. A k négyzet, most kaptuk meg, hogy a k az 10 heted. Akkor a k négyzet az 100 per 49. Ebből kivonjuk a B négyzetét, a 13 hetedet, és már is meg fogjuk kapni az N négyzetet. Itt ugye lehet egyszerűsíteni az 5-öt a 100-zal, itt 20-at kapunk. Tehát a 13-szor 20 az 260, 49-ed. És jó lenne itt is 49-et kapni a nevezőben, a közös nevező miatt. Tehát 7-tel bővítve, akkor az ugye 91, heted, egyenlő n négyzettel. A 260-ból, ha elveszek 91-et, akkor 169-et kapok, tehát n négyzet egyenlő 169 per 49. Nagy szerencsénk van, ugyanis a 169 is és a 49 is négyzetszámok, mondják már hangosan a diákjaim, hogy ugye ezek szerint az n az egyenlő plusz-mínusz 13 heteddel.
És akkor ebből az derült ki, hogy az előbb már megmondtuk, hogy az érintünk 10 hetedik plusz n alakú, és kaptunk kétféle n-t, ez azt jelenti, hogy kétféle érintünk is lesz. Az egyik az a 10 heted x plusz 13 heted, a másik pedig az y egyenlő 10 heted x mínusz 13 heted. Mind a kettőnél a k értéke ugyanannyi, ez pedig azt jelenti, hogy a két egyenes egymással párhuzamos, és ez természetes is, mivel hogy ugyanarra az egyenesre merőlegesek. Tehát a feladat megoldása ez a két egyenlet. Ezzel véget is ért a mai óránk, a következő órán a parabola egyenletével fogunk megismerkedni, és addig pedig mindannyiatoknak kívánok szép napot és jó munkát!